Hát ezek után hogy vegyünk is komolyságot a dologba? Nagyon egyszerű, önmenedzselés. Önmenedzselésre fogunk beszélgetni Oravec Nórával, bloggeríróval, és hát szerintem egyértelmű, hogy az önmenedzselés, szerintem ez is hozzátartozik, hogy én ezt bevállaltam, nem? Persze, mert ettől vagy hiteles, hogy te ezt is megcsinálod és bevállalod, és így ettől van, nem mindent a műsor kedvéért. Krisztián hiteles? Hát figyelj, ez igazából szerintem generálni fog bizonyos dolgokat, ugyanaz? Ezáltal nem csak a műsort promózom, hanem saját magamat is, ugye? Win-win helyzet, erre mondják azt, hogy win-win helyzet. Győztes a csatorna, győztes én. Annyira bánom, hogy nem festettünk tovább téged, ne maradjunk az önmenedzselés témakörénél. Mert hogy ez a mai világban elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Na de aki nem született ezzel a vénával, aki tényleg messze áll attól, hogy tolja magát, hogy nyomuljon, az hogy tanulja ezt meg? Ezért tanulható. Tehát rengeteg olyan interneten elérhető anyag is van, nagyon sok mindenkit, például nekem sok ismerősöm van, aki úgy tanulja ezt, hogy figyel másokat, hogy ki mit csinál. Tudom, engem követnek ennyien azért. Például téged is. Meg a pilláidat. De hogy egyébként ezt érdekes megfigyelni, hogy kit miért követnek, és kinél miért működik, mert nem mindenkinél működik szerintem, ami nagyon fontos, hogy hiteles legyen az adott illető. Tehát, hogyha valamit kommunikál, akkor azt úgy is éljen, úgy is csinálja. És ez teljesen mindegy, hogy valaki egy hétköznapi ember, vagy mondjuk média személyiség, vagy nem tudom, a közösségi médiában lett ismert ember. Szerintem nagyon fontos, hogy mindig hiteles legyél abban, amit csinálsz. Mit kezdesz te azokkal a támadásokkal, ami mondjuk téged ér? Ó, hát rengeteg ér. Azért kérdezem, hogy ezt tudjuk, hogy Oravec Nórát is azért szeretik kritikákkal bírálni. Téged is nagyon sokan támad. Jó, csak rólam ez lepattan, mert igazából... De a Nórát mi miatt? Mi miatt támad téged valaki? Ó, hát rengeteg dolog miatt. Tehát alapvetően az a probléma, hogy nő vagyok. És ez szerintem egy olyan dolog, hogy... Nekem annyira nem probléma, hogy nő vagy. De hogy alapvetően ez egy ilyen dolog, amiben már beleköthetnek, hogy nő. A nő, fiatal, az... sikeres. Fiatal, tehát ez pedig a másik. Követik, pont. Rengetegen követnek téged. Sikeres, és azt már elfelejtik, hogy megdolgozott érte mondjuk. Tehát, hogy azt már nem látják, hogy előtte 8 évig úgy írtam, hogy abból 4 évig senki sem követett. Tehát, hogy ez már mindig olyan... Ennyire kitartó voltál? Igen. Hogy akkor úgy gondoltad, hogy 4 év munkája volt, amikor mondjuk kaptál 5 darab lájkot egy bizonyos valamire, és utána pedig hirtelen elindult? Igen, de én nem is akartam ismert lenni, tehát hogy nekem az életemben ez az, ami a legnagyobb. Hát, hogy ahhoz képest, hogy nem akartál, De nézd, és hova jutottál tehát a Krisztián, már posztolja a te idézeteidet. Én nagyon szeretem, amiket a Nóra ír. Akkor is posztolt, amikor még csak az első könyv valamikor megjelent. Tehát, hogy kinek köszönheted? Hát szerintem nagy mértékben nekem is köszönheti az ismertséget. Meg nyilván annak, hogy nagyon jól menedzseli önmagát, de akkor, hogyha csinálnak egy ilyen gyors talpalót mondjuk. Annetnek szükség van rá. Egyébként igen, mert én például nem vagyok egyáltalán nyomulós. Tehát mit kell csinálni? De ez nem nyomulás. De nyomulás. Nem. Hát folyamatosan ott kell lenni a köztudatban, folyamatosan mindenkivel ismerkedni. Én egyáltalán nem vagyok ott a médiában, saját magaddal. Tehát, hogy rólam semmit nem találtok szinte az elmúlt, nem tudom, fél évben sem. De igen, hogy lett barátod. Nincs barátom, még mindig. Ki, látod? Aki a jó műsorvezető, aki kihozza belőle a jó választ. Kihoztad belőle. Kihoztad és örülj. Oravec Nóra Szingli. Nagyon jó vagy. Jaj, de jó. Ilyen. Szerintem senkit nem érdekel, úgyhogy. De, nagyon na, de közben mondjátok nekem, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy valaki nagyon jól tudja menedzselni önmagát. Nóra? Na. Tehát mi az alap? Hát alapvetően saját magadat kell ismerni, hogy te ki vagy, mert hogy addig nagyon sok mindenkinél látom például bloggereknél, hogy olyan képet festenek magukról, ami a valóságban nem olyan, és találkozol velük, vagy bárkivel találkozol, és így nem érted, hogy akkor az úgy mi volt, amit a neten láttam. És nekem a legnagyobb bók, amit kaphatok, az, hogyha valaki olvas mindenfelé követ, és az alapján kialakít rólam egy képet, és amikor találkozik velem, azt mondja, hogy ugyanolyan vagy, mint ott, ahogy láttalak. És akkor ez egy ilyen tök jó dolog, hogy nem okoztam csalódást, nem mutattam más, mint ami vagyok, és ez szerintem egy fontos. Árulj el egy titkot magadról akkor. No. Mindig, amiket írsz, vagy amiről írsz, amilyen érzésekről, éppen az akkor az adott élethelyzetedből fakad? Tehát amikor te szomorúakat írsz, vagy mondjuk párkapcsolati témát. Hát most én is ember vagyok, én is vagyok szomorú, nekem is vannak mélypontok az életemben, ettől valódi az egész. Uh-huh. De például a blogon az elmúlt egy évben nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy önmagamnak a keresése, ki vagyok, mit szeretnék, mert hogy azzal, ami történt velem, az egész életemet megváltoztatta. Tehát, hogy gyakorlatilag nyilván sok esetben visszatükröződés az életemnek az, amit a blogon írok, de van, amikor mondjuk a barátaimmal folytatott beszélgetésből születik valami. Miért nem írsz másokról? Szoktam másokról. De Krisztián, csak hogy adjunk már egy ilyen
Ezt mondtam, ezzel zártam pont az előbb, hogy a blogon van olyan, amikor barátokkal folytatott beszélgetés alapján születik valami, és akkor abban benne vannak akár ők is. Krisztián, megpróbál megfejteni téged, és közben pedig arról kéne beszélnünk és segítenünk a nézőket is, hogyan menedzseljék önmagukat. Megvan a hitelesség. Következő lépés. Hát ami szerintem nagyon fontos, hogy legyenek bátrak. Tehát, hogy ugye, amit te is mondasz, hogy nem mindenki nyomulós, nem is kell nyomulósnak lenni, mindenkinek megvan a maga stílusa, ami működhet. Tehát ez lehet akár a kedvesség is. Tehát például a kedves emberekre szerintem mindenhol emlékeznek. Tehát, hogy nekem például én soha nem voltam nyomulós, én egyszerűen csak közvetlen vagyok és nyitott, és ezzel olyan kapuk megnyílnak, hogy így örülnek az emberek, tudjátok, hogy végre valaki nyitott és kedves, és nem mogorva, és nem mosolyog. És mosolyog. Tehát ezek ilyen apróságok meg közhelynek is tűnhet, de működik. Tehát próbáljátok ki, hogy olyan kapukat meg tud nyitni, ami... Nekem ez mosoly nélkül is működik. Jó, neked igen, lehet, de nem a Krisztiánnál fordítva működik, mert mindenki azt hiszi, hogy olyan vagy, amilyennek ő lát a tévében, és aztán egyetlen mosoly elég, és akkor már meg van véve, hiszen ő azt gondolta, hogy te egy bunkó ember vagy. Milyen csúnyán fogalmaztál. Meg ami szerintem még nagyon fontos, hogy... Már abszolút nővé érett. Szóval, hogy tudd, hogy mi az, amiben jó vagy, ami az erősséged, mert nagyon sokan... De ez a rossz nálam. Hát feszegettem a határokat, és még nem találtam meg, hogy miben lennék gyenge. Jaj. De mit csinálsz következő egy olyan lépés. Emberrel, aki igazából ilyen, mint én? Mit lehet egy ilyen emberrel csinálni? Aki azt gondolja magáról, hogy bármit megtehet, minden jól áll neki. Biztos vagyok benne, hogy van olyan, ami nem áll jól neked, csak te úgy gondolod, hogy neked jól áll, és lehet, hogy másnak nem tetszik. Nem, egyébként belül azért próbálok ezzel normálisan. A szempilla sem áll jó szerintem, aranyos meg mindent, tehát hogy így picit átalakult el, de hogy nem hozzád illik. Nem az én karakteremhez. Így van. Hát a Krisztiánnak egyébként nincs is szüksége, szerintem az önmenedzselése, mert rendkívül jó. Én ezt próbálom, Tehát őnek van egy karaktere, és pont az az erőssége. Sok mindenkinek sajnos nincs kialakult karaktere, mert többieket másolja. Nézzétek meg, elmentek a városba, sétáltok egy picit, és ugyanúgy öltöznek az emberek, ugyanúgy néznek ki, ugyanazokat a dolgokat csinálják. Tehát szerintem ott kezdődik az egész, hogy tudd, hogy miben vagy jó, és akkor tudod magadat menedzselni. Így van, és próbálj meg azért különbözni, ugye? Igen. Na, megmondtuk az alapszabályokat, látod? A pillával különböző. Nagyon remélem, hogy te ezt elindítod, és nem itt ragadsz, hogy nekem szempillám, hanem elkezded magad menedzselni. Így van. Orvácz Nórának köszönjük. Köszönjük. Köszönöm.